A Balaton hét keretein belül kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta Balaton régiós előfutama, a Balatoni Vágta. Az előfutam helyszíne Balatonlelle, Rátpuszta, ahol különleges időutazásban lehet része az odalátogatóknak május 9-én. Köszöntöm a szervezőt, Antal Bernadettet, és Mészáros Árpád Zsoltot, aki nem Balatonon, hanem a Nemzeti Vágtán fog indulni. De erről majd egy kicsit később. Most beszéljünk a Balatoni Vágtáról, ami most először kerül megrendezésre. Egyfajta előselejtező, előfutam a Nemzeti Vágtához? Így van, a Nemzeti Vágtának az volt tulajdonképpen a javaslata, hogy több előfutam induljon, hiszen nagyon sok település lehet így bevonni tulajdonképpen ebbe a nemes küzdelembe, és ehhez csatlakozott a Balaton régió is. Azt az örömet mondhatom el, hogy ilyen rendezvény nem volt még a Balaton térségben, és olyan sem, hogy 20 darab balatonparti település indul nálunk, úgyhogy én erre külön nagyon büszke vagyok, és a fürdővárosok is, tehát még Zalakaros és Hévíz és Keszte is, tehát ők is. Ugyanúgy lesz nevezési díj, mint ahogy a így Nemzeti Vágtán. Így van, mi egy 50 ezer forintos nevezési díjat tűztünk ki, hiszen azért ott a Balaton régióban azért válság van, mint ahogy mindenhol Magyarországon, és azt gondoltuk, hogy sokkal jobb lesz így, hogyha egy kisebb nevezési díjjal, de sokkal több településünk lesz, és ennek nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg ilyen szép számú balatonparti település nevezett. Három futam indul. Hát minimum, de inkább négy. Három, igen. Inkább négy előfutam van, de ez mind 9-én, május 9-én délelőtti órákban, és akkor délután lesz egy nagy döntő, és aki nálunk megnyeri a versenyt, neki az a fődíja, hogy tulajdonképpen a 2 millió forint plusz áfát azt mi helyette kifizetjük, és ő indul a vágtán, ő lesz a Balaton hivatalos lova. De nem csak felnőttek indulhatnak, hanem... De 18 év. De a csacsi való. Az egy más, az teljesen más, az 8-án van, szombaton előtte. Azt hittem, hogy a gyerekek a csacsikkal indulhatnak. Mi erre építettük, tulajdonképpen a kettőt összehoztuk, mi tavaly rendeztünk egy szamár szépségversenyt, és ennek nagyon nagy sikere volt, és azért gondoltunk arra, hogy akkor egy szamaras napot elé teszünk, hiszen a szamarak is nagyon édes állatok. De akkor a szamarakat nem a gyerekekkel együtt. Nem, ezt is tisztáztuk. Nem. Viszont Mészáros Árpád Zsolt a saját lován fog indulni a Nemzeti Vágtán? Hát, hogy saját lovam, úgy a saját lovam, hogy az egyik barátom, a Joszki János jó barátom ajánlotta fel, hogy az ő lovával készüljek fel, és az ő lovával induljak. Én nem vagyok egy nagyon tapasztalt lovas, tavaly kezdtem el lovagolni, úgyhogy mindenféleképpen olyan partnert kellett keresnem, ami tudja azt, amit alattam el kell végezni, tehát amit más nem. De ezzel a lóval már hosszabb ideje lovagolsz? Egy hete ismerkedtem meg a lóval. Ja, hát akkor... Egy hete ismerkedtem meg vele. Akkor ez nem nagyobb előny, mint az összes többi felkészülőnek? Egyáltalán nem. Egyáltalán. Ráadásul az, hogy Budapesttől 70 kilométerre van a lovacska, úgyhogy elég problémás megoldani azt, hogy minden nap kijárjon az ember, de én heti 2-3 alkalommal kint vagyok. Emellett pedig kint Sóskuton a Németh Péter és a Papdi Róbert vezénylésével lovagolok mindenféle lovakat. Most persze egy férfi az bátor ember, bátran belevág, főleg a vakmer. Nem. De most még az elsőben azt mondom, hogy oké, de amikor már láttuk, hogy micsoda veszélyeknek van kitéve ott az ember, hát igen, nem félsz? Meg nem féltenek? Hát féltenek, igen, szoktam mondani a reakciót, hogy a páromnak, amikor elmondtam, akkor ő nagyon örült, édesanyámnak akkor elmondtam, akkor ő meg sírt. Úgyhogy hát a reakciókat így lehet lemérni. Igazából ez nem egy véres küzdelem lesz, ez egy jótékonysági futam, a sztárfutam, a cél érdekében megyünk, úgyhogy hát igen, nyilvánvalóan ezt ti lovasok tudjátok, hogy egy jótékonysági futam, de a lovak, szépen, akik el... megtisztelsz ezzel a jelzővel. Na de a lovak, azok alapvetően ösztönből. Hát ők versenyezni fognak. Igazából ez egy utazás lesz számomra. Itt a lovak versenyéről van szó, hát meg kell ülni, rajta kell maradni a pacin, és hát a jó eredményt azt ők fogják gyakorlatilag egymás között eldönteni. Ez egy fantasztikus látvány, az biztos. Balatonon még milyen programokkal várják az odalátogatókat? Most már a csacsikat tisztáztuk? Nagyon-nagyon sok programmal. Lesz egy hatalmas nagy kalandparkunk. Ez egy 7,5 hektáron elterülő, gyönyörű szép környezetben levő Rátpuszta. Ő maga, vagyis ez egy lovas centrum tulajdonképpen. Tehát nálunk, én mindig szoktam mondani, hogy a lovaknak van a legjobb dolga. Tehát nálunk biztos, hogy nagyon biztonságos és jó környezetben lesznek ezek a versenyek megtartva.
kalandparkunk lesz, lesz biovásárunk, kézműves vásárunk, lesz Demjén, bocsánat, Balázs Fecó koncertünk, lesz készülünk a gyerekeknek Mici Mackóval szombaton, hiszen a Csacsi abban ugye nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Aztán lesz bor bemutató, pálinka kóstolók folyamatosan, és az egész azt hozzá kell tennem, hogy ingyenes a belépő. Tehát ez nagyon fontos, nagyon sok embert várunk. Jó idő lesz az előjelzésekkel ellentétben. És akik a versenyre kíváncsiak, mikor vannak a futamok, és mikor van a döntő? Május 9-én várunk vasárnap, délelőtt 10 óra körül lesz egy hivatalos megnyitó védnöki beszédekkel, egy gyönyörű szép bevonulóval, és aztán utána 10:30-tól folyamatosan lesznek az elődöntők, és aztán egy két és fél három órás pihenő, hiszen a lovaknak muszáj, hogy legyen egy kis pihenőjük a döntő előtt, és aztán délután 3 órakor lesz a döntőnk tulajdonképpen. Neked mennyi időd van még a felkészülésre? Hát június 6-án van a vágta, hát is addig azt hát mondom, már csak egy hónap. Egy szűk hónap van, mellette nagyon sok előadás van a színházban, úgyhogy hát megpróbálom minden időmet ott tölteni. De olyannyira, hogyha jól tudom most. Most egyből oda megyek, de csak alá tudom támasztani az előttem szólót, hogy Rátpuszta az tényleg egy csodálatos és fantasztikus hely, úgyhogy gondolom, hogy én is biztos, hogy a családommal ki fogok menni, mert hogy kaptunk egy meghívást, úgyhogy mindenféleképpen én azt javaslom az embereknek, hogy jöjjenek ki, hiszen tegnap voltam Nyíregyházán, ott volt egy előfutam, és hát egy olyan jó közösségben, olyan jó hangulatban gyerekek el voltak, tehát tényleg egy olyan családi program volt, hogy mindenki mosolytól húzott arccal ment el, úgyhogy nagyon jónak tartom az ilyen programokat. Ha már a színházat említetted, akkor még azt is mondd el nekünk, hogy mi az, amiben még láthatunk ebben az évadban. Hát a Rebeka című műzikelt azt most mutattuk be, és annak vannak az előadásai, de ugyanúgy a repertoáron vannak a Rómeó és Júlia, a Mozart, és hát nyáron jön a Tenkes kapitány Siklóson. Ó, és aztán a jövő évad esetleg valami? Jövő évadban van egy-két meglepetés, de arról még nem beszélhetek. Októberben lesz egy nagy bemutató, és annak a főszereplét fogom játszani. És gondolom az Operettszínház egész társulata azon szurkol, hogy ne legyen semmi baj, majd 6-án. És a váltótársaim azok készülnek. Lehet, hogy a váltótársaim nem ennek szurkolnak. A Hevedert megmozítják egy picit. De Janó nagyon vigyázz rá. Tehát a Jözki Jani nagyon jó lovai vannak, úgyhogy biztos, hogy vigyázz. Köszönjük rá. Szépen, akkor május 9-én, aztán pedig június 6-án. Köszönjük szépen. Köszönjük.